Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves ballagóinkat, kedves szülőket, rokonokat, barátokat, és nem utolsó sorban a pedagógusainkat, akik ezen az úton elkísérték őket, hogy most itt ülhetnek, és életük első nagy dolgát elvégezték, kiárták az iskolát, amit persze majd követnek újabb iskolák, kinek milyen szakma, egyetem, mindegyik jó, mindegyik hasznos, csak mindenki találja meg benne a számítását. Ahogy így rátok nézek, fiatalok vagytok, szép vagy okosak, sugárzik, jobban tudjátok már a technikát kezelni, mint szüleitek, viszont azért, hogy könnyebb legyen az életetek, szeretnék nektek egy történetet elmondani. Ilyen mindennapi történetről van szó, szóval elindul a család a Balatonra nyaralni, talán már legtöbbjétekkel előfordul. És hát a család ahogy szokott indulni, némi késéssel eljutnak oda, hogy eljött az indulás pillanata, minden bepakolva. Mindenkinek minden megvan, mindenki megjárta a mosdót, mindenki ki van sminkelve, ahogy ez kell nyaralásra. Hát a nagyszülők külön autóval mennek, úgyhogy ők nyilván már tapasztaltabbak, időnál sikerül elindulni, mennek az úton, és hát egyszer csak egy forgalmi akadályba ütköznek, beáll a forgalom. Természetesen a mai világban a mobiltelefon. Telefonálnak a fiúknak, hogyha indulnak, akkor lehetőleg ne azon az úton menjenek, mert akkor nagyon soká fognak odaérni a Balatonra. Aztán szépen le is megy az út, másik útvonalon, végül egy óra késéssel mindenki megérkezik, egyszerre a nagyszülők, egyszerre a fiatalok. De miért is lehet az, hogy ez így sikerült? Vajon mi az a plusz ebben a dologban, ami a fiataloknak maguktól nem ment volna, mert ők is mentek volna a dugóba? Hát egyszerűen az, hogy a legidősebbek egyrészt már nem kapkodnak, már máshogy működnek, nyugodtabbak, körültekintőbbnek, de leginkább tapasztalatabbak. És a tapasztalatuk megadta azt a lehetőséget, hogy tudják segíteni a fiatalokat. Na most, hogyha nem beszéltek volna egymással, ez nem derül ki, és később indul a nyaralási órával röviden a történet. Mert igazából ezen, hogy ezt szerettem volna, hogy majd gondoljátok át a következő években, évtizedekben, hogy ti már sokkal többet fogtok tanulni, más tanultok, mint mi, mint szüleitek tanultak, de mindig jó az a tapasztalat, hogyha kikéritek a véleményüket, akkor elég sok hibát el fogtok tudni kerülni. Úgyhogy kívánom nektek, hogy azon az úton, amin most egy állomás van, szüleitek izgulnak, jó sikerül majd a ballagás, jól indul ebben a középiskola. Mindent megtesznek értetek, hogy ez sikerüljön. Ti kamaszok vagytok, az talán a legnehezebb időszak az életünkben, amikor mindent máshogy gondolunk, mint a többiek. Minden falnak szeretünk neki menni, mert mi aztán tudjuk, erősebb vagyunk, okosabb vagyunk. De hogyha a szüleitek tanácsát gyakran kikéritek, vagy hagyjátok, mert mondják azok maguktól is, de megfontoljátok, és aztán majd eldöntitek, teszitek úgy a dolgotokat, ahogy a legjobbnak gondoljátok, akkor biztos, hogy sokkal simább lesz az út, amin végigmentek, és aztán majd a helyükbe léptek. Nem csak nektek nehéz ez a búcsúzás, tanáraitoknak, pedagógusaitoknak is ilyenkor egy kis darab így kiszakad a szívéből, mert hát 8 évig láttak benneteket csepelegni. Valószínűleg hasonlóan éreznek, mint a saját gyermekeikkel. Átgondolják, kiből mit sikerült kihozni, és hát nekik is egy pici gyűr fog keletkezni, és természetesen jönnek a kicsik, és majd betöltik ezt az űrt, és talán ettől is nagyon szép ez a pálya. Hát
Hát a szülőknek nem kevésbé könnyű a dolguk, mert most jön a bizonytalan, elmentek a városba, kicsit kevesebbet fognak látni, lábúbbak lesztek, fölkészítenek, izgulnak, hogy, hogy tényleg jól sikerüljön, hogy a csapdákat elbírjátok lehetőleg kerülni, vagy ha nem, akkor legalább könnyen el tudjátok lépni. És óriási bizalmat kell, hogy belétek helyezzenek. És hát ez majd utólag derül ki, hogy, hogy ez sikeres volt-e. Vagy kamaszok vagytok nagyon is, és betoljátok, hogy mi fog történni. Nem gondolom, a legtöbb fiatal azért nem volt tesztiteket, és arra biztatlak, hogy ne így legyen. Szüleiteknek pedig kitartást kívánok erre a néhány évre. Mert aztán a középiskolán túl lesztek, utána már készfelnőttként. Izgulhatunk másért, de talán a legnehezebb részen túl leszünk. Na de, itt vagyunk Zsombón, Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Köszönöm így távolról is a fenntartónak, hogy biztosítja a lehetőséget, a körülményeket. Ahhoz, hogy tényleg jól működjön az iskolánk. Köszönöm a pedagógusoknak a támogatását, irányítóban köszönöm a szülők támogatását, különösen akik nagyon sok időt, energiát fektettek bele, hogy az iskola körüli dolgok is jól működjenek. És hát köszönöm nektek, hogy vagytok a szüleiteknek, a családotoknak, a falunak, az országnak, a világnak, vagy hova gondolja leginkább magát. Úgyhogy kívánok nektek már a nagyon jó bulizást, egy nagyon jó nyarat, és aztán lelkileg feltöltődve, jó megkomolódva, sikeres középiskolai tanulmányt minden jótoknak. Köszönöm szépen! Aranyos Jármin, mert újra gyereké válni. Azt hiszed, a fiatalság életkor kérdése, az arcodra a zord idő ezer láncot vése. A tested sem úgy mocorog, ahogy régen mozgott. Fájdítja az ízületet, megbántja a csontot. És a lelked? Vele mi van? Képes-e repülni? Hétköznapok fogságából ki tudsz-e menekülni? Éle benned még a gyermek szép szabadság vágya, mert ha lelked nem köt gúzsba, még tiéd a pálya. Figyeld, mit ez boldoggá, mitől jó a kedved. Az életedet minden reggel meg kell ünnepelned. Keresd meg a mosolyodat, arcod szép ruháját. Keresd új célt, új álmokat, élvezd ki a pályát. Érezd hálát minden percért. Mert ha jól csinálod, gyerekesen kedvessé lesz újra a világod. Nem számít más, mit gondol, hogyan kéne élned. Élvezd ki a mai napod, nincs semmitől félned. És ha lenne még bátorságod, kezdhet új dologba. Lép bátran ki a fényre, és kérlek, ne ülj a sarokba. Kedves Ballobó 8-osok! Minden nézőpont kérdése. Ha úgy nézzük, 4 év nagyon hosszú idő. Viszont néha meg elszáll egy pillanat alatt. 4 éve ilyenkor még azon izgultatok, milyen lesz a felső tagozat. Milyen lesz az, amikor már nem tanítóitok vigyáznak rátok. 4 év múlva ilyenkor pedig már érettségiző fiatalokká válhattok. 4 évenként megfordul veletek a világ. 8 évet töltöttünk együtt egy épületben. Ti most sohantok tovább, mi maradunk. Maradunk, hogy őrizzük az emlékeket. Ti pedig őrizzétek ott, ahova sodor benneteket a nagybetűs. Ma divat lett elmenni Magyarországról. Divat lett nyugaton mosogatni. Én viszont azt kívánom nektek, hogy a tanulmányok elvégzése után nézzetek szét külföldön,
szerezzetek élményeket, tapasztalatokat, aztán találjon meg benneteket a boldogság itthon. Végezzétek el azt a munkát, amivel a szüleink és a mi korosztályunk is adós maradt a hazának. Bármi is lesz majd belőletek, pék, fodrász, zenész, orvos, vagy akár országgyűlési képviselő. Álljátok meg a helyeteket becsülettel, tisztességgel. Azért néha suhanjatok felénk is. Minden kedves tanáratok kíváncsian várja, mivé lettetek, milyen öröm vagy bánat ért benneteket. Bár már nagyon öregnek fogom magam érezni, de engem azt töltene el nagy örömmel, ha egyszer majd megadatna, hogy taníthatom a gyermekeiteket is a zsombói iskolában. Higgyétek el, nagyon megszerettelek titeket. Ezért legszívesebben most mindenkit külön-külön méltatnék, elhalmoznék elismeréssel, ajándékkal. Sajnos ezt nem tehetem. Muszáj kiemelnem 5 diákot, hogy az iskola díjait átadjam nekik. Vegyétek ezeket az osztályok közös díjainak, hiszen az az osztályközösség, ami a díjazott diákok mögött áll, hozzájárult ahhoz, hogy eredményeiket elérték. Tekintsetek rájuk úgy, mint követendő példára. Hadd köszöntsem majd a díjazottak szüleit is, akik segítették, nevelték őket, biztosították a szülői ház nyugalmát. A 2023-24-es nevelési évben nevelőtestületi dicséretben részesül, és az egyik Kós Károly emlékplakettet kapja, Tóth András. Gratulálok a szülőknek, Tóth Varga Györgyinek és Tóth László Gézának. Györgyinek nem csak a kiváló szülői nevelést, hanem az SMK-ban végzett tevékenységét is köszönöm. Szintén Kós Károly emlékplaketten részesül Zsizsik Luca. Köszöntöm a szülőket és gratulálok nekik, ők Vad Melinda és Zsizsik Jáci. Az iskola névadójáról, védőszentjéről elnevezett díjat, a Szent Imre díjat nevelőtestületünk idén 3 tanulónak ítélte. Köszöntöm, nem fontossági sorrendben, hanem betűrendben, először Mihálfi Luisa Andreát, akinek már csak azért is kérek egy megtapsot, mert ma van a születésnapja. Köszöntöm a szülőket, Mihálfi osztályát, Zitát és Mihálfi Gábort. Másik Szent Imre díjas tanulunk. Nagy Jászmin.
nevelő szülőknek, Nagy Limának, Gabriának és Nagy Tibornak. És a szó még mindig a köszöneté, hiszen sok-sok éven át segítette az SMK munkáját, amit nagyon köszönök Adámi Patik Szilviának, Dávid édesanyjának. És hát még egy méltatás mellett nem mehetünk el szó nélkül. Egy iskola életében sok fordulópont van. Ez bekövetkezhet egy nagy horderejű országos esemény miatt, ilyen volt például a rendszerváltozás, ami fenekestül felforgatta az iskolák életét is. De köthető egy igazgatóváltáshoz, fenntartóváltáshoz, ami mindig valami újat hoz. A zsombói iskola a mai napon is egy korszakhatárhoz érkezett. Ma lezárul egy negyedszázados korszak. 25 éven át állt az iskola mögött egy fontos segítő. Több volt ő nekünk az SMK elnökénél. Igazi mecénása volt közösségünknek. Kedves Nóri, szegényes szótáromban nincsenek megfelelő szavak, mennyire hálás vagyok mindazért, amit tettél értünk. Csak annyit mondok, köszönöm. És azzal is tisztában vagyok, hogy minden, amit te voltál, nem lett volna úgy, ha nem áll mögött egy János, aki kitartott, bátorított mindenben. Ha sírni kellett, veled sírt, ha örülni kellett, veled örült. Fogadjátok szeretettel elismerésünket, és várunk benneteket vissza az iskola életébe, nagyszülőként. Olyan távolinak tűnt ez a pillanat,
Nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan a végére érünk. Persze, erről ti magatok gondoskodtatok, hiszen mellettetek nem értem rá unatkozni. Mindig akadt valami tennivaló, elsimíteni való az osztály életében. A kezdet kezdetén már látszódott, hogy életre való, vidám csapat élére neveztek ki, akiket Anikó néni gondos kezei óvtak, vigyáztak és neveltek az iskola első 4 évében. Aztán következett a felső tagozat, ami tele megpróbáltatással, kihívással. Őszinte leszek, a legkönnyebb mindig a nap első órája volt veletek, hiszen rendszerint még álmos fejek, csendes gyerekek vártak. Aztán ahogy haladt az idő, a helyzet egyre fokozódott, a 3. órára érkező pedagógusnak már a tananyag leadása mellett a fegyelmezése is igen nagy energiát kellett fordítania. Ha egy-egy óra kezdetén a tanár megjelenésével egy időben bekövetkező, magától kialakuló csendre várnak a kollégákkal, szerintem még most is legfeljebb a 6. tananyagot tanítanám nektek. Amikor szünetekben tettem látogatást az osztályban, és megjelentem az ajtóban, vagy a folyosón közelítettem a felétek, mindannyian egymásra néztetek, és csak egy mondat jutott eszetekbe, na már megint mit csináltunk. Az arcomról könnyű volt olvasni. Mindig tudtátok, milyen lelki állapotban vagyok, mikor kell bűnbánó arcot vágni és csendben maradni. Azért előfordult, hogy köztetek én is nehezen jutottam szóhoz, ami nálam aztán igazán nagy dolog. És igen, a tanáriban nincs olyan, aki még nem hallott volna rólatok, és tényleg mindig mindenben benne voltatok. De tényleg mindenben. A csínyekben, a rendbontásban, a kínos szituációkban, a viccekben, de 5. a tanévzáró műsoron is helytáltatok, és 6. meg 8. az ünnepi megemlékezéseken is. Mert igazából ti jó gyerekek vagytok. Egy olyan összetartó közösség, amelyet közös programok még inkább megerősítettek. Például, amikor Kiskörösön a Petőfi szülőházánál jártunk, és néhány napot töltöttünk a Soltvadkerti ifjúsági táborban, a határtalanul kirándulás Erdélyben, vagy amikor a tanév elején egy budapesti színház látogatáson vettünk részt, majd közösen végigjártuk a Terrorháza Múzeumot. Ez a látogatás szépen kapcsolódott a 8. évfolyammal előadott 56-os forradalom és szabadságharc megemlékező műsorában. Látszott, hogy kellőképpen át tudtátok érezni az akkori eseményeket, élményt nyújtottatok a közönség számára. Nem csak látványban, de érzésekben is sokat adtatok a közösség tagjainak. Nagyon fegyelmezetten, kellő tisztelettel álltatok ki a színpadra, igazán büszke vagyok nézőseinkre. Aztán tavasszal izgatottan készültetek az első bálatokra, a lányok gyönyörűbbnél gyönyörűbb ruhákban pompáztak, a fiúk pedig nagyon büszkén táncoltak velük. Remélem, hogy a sokszor szigorú énem mögött azért éreztétek, hogy szeretet is van mögötte. Például, amikor behajtottam rajtatok a havi verseket, vagy amikor fejezetenként kértem számon hétről hétre a kötelező olvasmányt. És hogy milyenek is voltatok? 17 elszakított, csodás személyiség. Dávid, aki kiemelkedő teljesítményt nyújtott a tudásbajnokságok történelem kategóriájában. Róli, aki csendes megfigyelőként az arcán néha megjelenő kis mosollyal éreztette velem az első padból, hogy jelen van az osztályban. Szili, udvariasságával, kedvességével lopta be magát a szívünkbe. Máté, akinek folyton mozgásban kellett lennie, még a tanítási órákon is, és akiről megtudtuk, hogy remek táncos és nagyszerű barát. Marci éles elméjével tűnt ki, és széles spektrumú zenei ízlése a komoly zenétől egészen a heavy metalig ível. Áron, akinek mindig volt még egy kérdése. Attila csendben, kedvesen tűrte, hogy mindig minden az ő hibája. Lőrinc, amiről ő, aki soha nem maradt ki a jóból. Bálint, vagyis Buksi, akinek rendkívüli érzéke van a matematikai feladványokhoz.
kontinuál. A nép már önmagában is szálló ige, amit még az erdély kirándulásokon alapozott meg. Norbi, a parti arc, aki ha kellett zenét töltött, megvágta a hanganyagot, vagy épp a DJ pult mögül fokozta a hangulatot, és szívességből összepakolt a lányok bőröndjében. Csobrádi Balázs. Róla akár Erint is írhatné, annyi komisságot elkövetett. Persze voltak olyan pillanatai is, amikor kenyérre lehetett volna kenni, így nehéz volt rá haragudni. Lilla, aki mindig igyekezett a csapatot összefogni, tyúkanyó módjára irányította, segítette osztálytársait. Luca, aki mindig kimondta, amit gondolt, bármikor ránéztem, folyton mosolygott, és hatalmas szíve van. Rebeka, aki egy megszeppen csendes lányként érkezett ötödikben, most pedig egy csodás ifjú hölgyé érett, akinek nagyon szurkolunk, hogy teljesüljön az álma, és egyszer majd bekerüljön az olimpiai játékokra. Jana, aki cserfességével, odaadásával, együttérző lényében erősítette a csapatot. Lívia, aki rajzos tehetségével emelkedett ki közületek, gyönyörű nappal is sikünkjei mellett, melyeket nap mint nap magára varázsolt. Mindannyian értékesek voltunk. Egyediek, senki máshoz nem fogható. És persze nagyon szeretitek a cukormázas fánkokat, no meg a kültös kalácsokat is. De nem is gondolnátok, milyen sok mindenben vagytok nálam az elsők. Ti vagytok az első osztályom, akiket 5-től 8-ig tanítok, és ballaktatok is. Ti vagytok azok, akik miatt Péter bácsi a legtöbbször hívatott be. Ti vagytok azok, és nem utolsó sorban, ti vagytok azok, akikkel együtt minősültem kitűnőre, és ebben nektek is nagy szerepetek volt. Nagyra értékeltem a hozzáállásotokat, kedvességeteket, törődéseteket. Velem együtt izgultatok, és a sok közös élmény után szépen összekovácsolódtunk. Szívmelengető merényletet követtetek el az utolsó napon, mikor egy verekedésnek álcázott titkos meglepetést szerveztetek számomra. Megható pillanatokat éltem át veletek a tanárbúcsúztatón, és az ezt követő szerenád is élményekkel teli szép estét adott. Most pedig eljött az idő, hogy útjaink szétváljanak. Tudom, hogy megértetek rá, és nem csak fizikálisan, hanem értelmileg is, hogy kirepüljetek a biztonságot adó fészekből. Tudom, mert ismerlek benneteket. És azt is tudom, hogy bárhová is kerüljetek, meg fogjátok állni a helyeteket. Nem csak azért, mert egy nagyszerű tantestület állt mögöttetek, akik megalapozták tudásotokat, hanem azért is, mert mindannyian rendkívül életre való, kreatívok, bátrak vagytok, és nem féltek a kihívásoktól. Ti vagytok a jövő. Ahogy azt már énekeltétek egyszer, itt, ezen a színpadon is, és mi arra születtünk, hogy a földsebeit begyógyítsuk életünkön át. Életünkön át. Hiszek bennetek. Jó utat. Viszontlátás. Kedves bécsek, ti sem mehettek el búcsú nélkül. Következik a ti osztályfőnökötök, Dobroné Veres Erinna. Kedves Ballagó 8-osok, kedves Ballagó osztály. Tudjátok, általában nem vagyok a szavak embere, így ezt a beszédet is nagyon nehezen sikerült megírni. Az idézeteket is órákig keresgéltem, a kezdőmondatokat is többször kitöröltem. Azon gondolkoztam, hogy a búcsúzás mélyen szálltó gondolataival kezdjem el ezeket a sorokat, vagy személyes élményekkel. Sajnos a tréfarépám is elfogyott, megette a nyuszi, így az sem lett segítségemre. Elég nagy gondban éreztem magam, de végül a keresgélések közben dalszövegrészletekre akadtam. Olvasva a sorokat, egyre több olyat találtam, ami rátok illett. Ti jutottatok róla eszembe. Engedjétek meg, hogy most ezeket a sorokat hívjam segítségül,
hiszen a terméket is ezek vagy hasonló szövegek díszítik. Eleve lehetetlen, hogy bármi lehetetlen. Ha valami, amit megtanítottátok nekem, az ez. Az évek során rengeteg váratlan, lehetetlen helyzettel találtam szemben magam. Rögtön 5. osztályban ki kellett osztanom az első szóbeli osztályfőnöküket, hiszen Varsány és Rácz Dávid között nem volt mindig ilyen felhőtlen a viszony, mint most. Szintén ebben az évben volt, amikor két szünetben egymás után jöttetek, hogy baj van. Óra előtt káoszt csináltatok a tanteremben, óra végére pedig Benni vesztette el a türelmét. De ide sorolhatnám a végtelen vitáinkat. Ha valamire nemet mondtam, ti mindig tudtatok egy újabb kiskapuval, egy újabb ötlettel előrukkolni, amire legtöbbször szintén nemet kellett mondanom. S ha bár sokszor lehetetlennek éreztem, hogy valaha is elérkezzen ez a pillanat, hogy nagykamaszként, kisfelnőttként álljatok előttem, de mint látjuk, ez sem lehetetlen. Remélem, sőt tudom, hogy egy kicsit mi is, én is hozzátettem ahhoz, hogy egyszer majd ember váljon belőle. Mi egy vérből vagyunk. Hangzott a szerenádon, és ezt nem csak tanáraitok, de minden utcabeli, és akár az egész falu hallhatta. Valójában ezt többször is megmutattátok, bebizonyítottátok számomra. Legyen szó akár örömről, akár bánatról. Számtalan emlék jutott ezekről a sorokról eszembe. Az első kerekasztal beszélgetés, a szerenád, az osztálykirándulás, a maratoni nyakkendő választási vita, majd ugyanezen a napon az emojis farsa. A nervezés, a bálság, a mesefoglalkozások, az október 23-ai műsor, a cirkusz és a színház látogatások. És persze Orsi műséje, és még sorolhatnám napestig ezeket az emlékeket. Ha a diák messze menne, ne feledje iskoláját. Énekeltétek két napja a zsibongóban, a rendhagyó találkozó búcsúztató alkalmával. Zárójel nyit, még tegnap is sok kolléga érdeklődött a helyes válaszok után, zárójel vezet. De valóban, ne feledjétek az iskolát, ahova 8 éve beléptetek, és most pedig kiléptek az ajtaján. Ne feledjétek az iskolát, ahol az udvaron ment a swingli parti, ahol a 15-ös teremben hosszú-hosszú osztályfőnöki órákon vehetetek részt, miközben a macik repültek, vagy akár torony született belül. Ne feledjétek az iskolát, ahol az angol vizsgák alkalmával átélhettétek a vizsgázás minden örömét és bánatát. Ne feledjétek az iskolát, ahol a pedagógusok sokat dolgoztak azon, hogy megfelelő alapokkal kezdhessétek a középiskolát, és ahova mindig visszavárnak titeket. Azt vakon felismered, aki úgy ad, ahogy kér, aki nem hibákat keres, önzetlenül csak szeret, pusztán azért, mert élsz. Ezen sorok önmagukban nagyon sokat mondanak, így nem szeretnék hozzájuk túl sok megjegyzést fűzni. Azt tudnotok kell, hogy ha bár nem tudtam mindig kimutatni, de a 4 év alatt nagyon megszeretett titeket. Ezt a szeretetet általában meglepetésekkel, adventi naptár, emlékfolyosó, óraközi játékokkal, a gyilkososnak több verziója, avagy egy-egy napi csíntevéssel, gondoljunk itt a csuhaljára, esetleg a bocsánat, hogy megzavarom ezt a romantikát, ezekkel igyekeztem kifejezni. Kívánom nektek, hogy a jövőben találjátok meg azokat az embereket, akik őszintén szeretnek titeket, hiszen mindannyian egytől egyig értékesek vagytok. Többször mondták nekem azt, hogy ez egy jó osztály, lehet velük dolgozni. A legtöbb esetben kicsit kétkedve fogadtam ezeket a szavakat, hiszen nekem rányomta a bélyeget a mindennapi teendő, a napi veszekedések, hisztik, balhik. De be kell látnom, igazuk volt, hiszen ez tényleg egy jó osztály. Bebizonyították. De nem is húznám tovább a szót,
hiszen a szavakkal megölni a lényeget. Ja, és ne felejtjétek, vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra, és vigyázzatok belére.